Szervusztok, kedves Random Marci nézők! Mint ahogyan azt már említettem az előzőekben, sztároknak a lakásához fogok eljönni ezen a héten, és a mai sorosom, akinek szemügyre veszem kicsit a lakását, valami Zsuzsi, aki elvileg itt ebben a 8-as számban lakik. Van neki ilyen kis szép... Vártalak, hello, de gyertek! Hello, hello! Na, rögtön ki is nyitottál, és itt egy állat is! Hát szia, kutyuska! Hogy hívják a kutyuskát? Bocinak hívják, Boci. Bonyó, Bonyi, nyanya, ilyesmiket szoktunk mondani. Hűha, és melyikre hallgat a legjobban? A Bocira, úgyhogy menjél be, Boci! Befele, befele. És egyből be is megy, hihetetlen. Tehát az én kutyám ezt például nem tudja megcsinálni, neki mondunk valamit, egyből más csinál, tehát egyből az ellentétét. Na jó, én azt mondom, hogy menjünk is beljebb itt. Oké. Okay. Azt mondja, hogy itt a retro konyha. Hú, tényleg elég retrók ezek a csempék. Miért pont ezt gondoltad, hogy ez lenne a legmegfelelőbb? Hát ez nem az én választásom. Így költöztünk ide, és aztán hihetetlen módon megszerettük. Egyébként háziasszony típus vagy? Tehát szoktál mosogatni, főzni? Hogy kell téged elképzelni a konyhában? Hát először főzök, és aztán mosogatok. De egyébként igen, tehát ketten élünk itt a férjemmel, és meg egy kutyával. És őre is mosogatni kell, tök vicces. De hogy igen, igen. Hoppá, hoppá, ez a nappali? Igen, ez itt a nappali. Látható néhány festmény, imádjuk a festményeket. Mindkettőnk családja teli fullon van festőművészekkel, anyukám festőművész, apukám zenész, férjem apukája is festőművész volt, például az ő képe van ott, és most az esküvőnkre kaptunk a Bociról egy képet, igen. Pont ezt akartam kérdezni, nagyon hasonlít, akkor ez biztos őt ábrázolhatja. Nyilván, igen, igen, úgyhogy örülünk is neki. Menjünk is a következő helyszínünkre, ami egy szép kis kockás, terítős, étkező? Igen, igen, itt szoktunk étkezni. Látom, milyen szép kis rajzacskák vannak itt, ezeket ki csinálta? Hát mind a ketten grafikusok vagyunk, mind a kettőnek az a szakmája, úgyhogy itt éppen ilyen munkafolyamat történik, vázlatolás, hasonlók. Éppen itt ülök valami Zsuzsinak a kedvenc hintaszékében, és ott tényleg nagyon kényelmes, de engem még érdekelnének, hogy mik a kedvenc tárgyaid a lakásban. Ezekről egy pár szót kérlek, mondj. Hát figyelj, én egyszer kaptam valakitől egy ilyen mikrofont, ami nagyon hasonló a tiédhez, de ha megfogom, filcből van, és elképesztő aranyosan így benyomható, én szerintem tuki. Például ezt nagyon szeretem, meg szeretem a kutyámat, aki nem tárgy, hanem kutya, akit ott láthatunk, és ő mindig ott van, mint egy ilyen kis tárgy, és így néz minket. Látok itt egy nagy dobozt, ebben mi van? Én idén diplomáztam le a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, ott az SP is egyébként, csak én grafika szakom, és egy picit beporosodott már. Ez meg a diplomamunkám, és hogy... Hoppá! Így megmutatom. $100-osok! Nem is tudtam, hogy ilyen gazdag vagy. Én nagyon gazdag vagyok, de csst. Ez egy maffia játék, ami a New York-i 1920-as évekbéli maffia társadalmat, maffia bandákat hivatott felidézni, megidézni. New York kerületeiben lehet játszani, és mindenféle pénzes zacskók vannak benne. Ez igazából egy stratégiai játék. Igen, és ezt az egészet úgy, ahogy van szakunkba, én terveztem. Egyébként mik a terveid így a jövőre nézve, miket szeretnél még elérni? Készül a második tanunk, amihez remélhetőleg ugyanazzal a profi stábbal megint forgatni fogunk egy ugyanolyan minőségű klipet. És mert nagyon izgatott vagyok, a brit vonal lesz most az erősebb. Na jó, hát Zsuzsi, én ehhez neked nagyon sok szerencsét kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy megmutattad a lakásodat. Ti tartsatok velem holnap is, sziasztok!